számomra mindig ebbe a nagyon hosszú életútba, ami körülbelül már 500-510 darabot sorol föl, többször előfordult, hogy olyan meghatározó színész egyéniségekkel találkoztam, akiknek a jelenléte annyira fontos volt a darabban, hogy természetszerűleg az ő alkati vagy, vagy, egyéb törvényszerűségeik meghatározóak voltak. De alapvetően az összpunka és az összkép szempontjából mindenki egyforma, és végül is egy képzőművészeti látvány alakul ki az én elgondolásom alapján, amiben ezeket a dolgokat nem szolgáljan veszük tudomásul, hanem az átrajzolás, az átértékelés lehetőségét fenntartva. A rajznak a szerepe, ami még az én fiatal koromban abszolút meghatározó volt a jelmeztervezők esetében, ez volt a kottánk, amit leraktunk magunk elé a ruha próbán és annak alapján próbáltuk a, a színészt öltöztetni, az anyagokat kiválasztani, a szabászati vonalakat meghatározni. Az anyag mintáknak a terven való megjelenítését én nagyon lényegesnek tartom. Általában a pályafutásom alatt mindig úgy érkeztem meg, szinte az esetek 80-90%-ába a tervelfogadásokra, hogy azok anyagmintákkal voltak kísérve, tehát a megfelelő rajz mellett a megfelelő színű vagy megfelelő minőségű anyag jelezve volt. Én amikor elkezdtem a pályámat, akkor még olyan, akár a filmgyárba, akár az operaházba, akár a, a nemzeti színházba voltam, még a főiskola előtt például gyakornok, olyan zseniális szakemberekkel találkoztam, akiktől annyit tanultam, hogy az elmondhatatlan. Én négy évet töltöttem közvetlen a főiskola után szólnokon, és akkor ott például olyan kiváló varoda volt, hogy ott tanultam meg egy csomó olyan dolgot, ami az anyagok használatával, a szabászattal kapcsolatban fontos, és a mai napig kíséri a munkásságomat. Egy jelmes tervezőnek a varrodával, a, a fodrászattal, a suszterekkel, a különböző ötvösökkel, a díszítő elemeknek az előállítóival való kapcsolata az legalább olyan fontos, mint a darabnak a megtervezése, mert hogyha ezekkel nem találja meg a megfelelő hangot, akkor nem tudja azt a célt elérni, amivel a, a munkáit valóban úgy tudja reprezentálni, ahogy elképzelte a tervezés időszakába. Bizonyos fokú improvizáció van minden darabnál, mert mindegyiknél egy új hangulat, egy új törvényszerűség, egy új közeg, arról nem beszélve, hogy ahol zene van, ott a zenének a meghatározó ereje, az az emberből új, kihívásokat hoz ki, és mondjuk, ahogy telik az emberrel az élet, az is egy bizonyos dolgokat máshová helyez el, fiatalabb korba erősebb kontrasztok, nagyobb különbségek jellemzik, és ahogy telnek az évek, egy harmóniára való törekvés bizonyos fokú kiegyensúlyozódást is eredményez. Hosszú pályafutásom alatt sokszor el, szembe kerültem azzal a problémával, hogy nehéz feladat volt a, a színharmóniával igazából egy, egy előadásnak a hangulatát vagy a dramaturgiáját meghatározni. De erre nagyon karakteres példák voltak az életemben. Ilyen volt a Kecskeméti Don Juan előadás, ahol a Don Juan és az apa figurája, akik között a konfliktus van, igazából mai figurákként jelentek meg. Ugyanakkor ennek egyfajta történetiségbe való beágyazódása volt mégis az igény, tehát a kísérő figurák, akik Don juan az útján kísérik, az genereltől kezdve a különböző női figurákig, azok egy ilyen kicsit porlepte panoptikumnak az összefoglalt ilyen drappos szürke színvilágában jelentek meg, amelyben az apa és a Don Juan figurája feketében élesen rajzol Mutatkozott, tehát így nagyon karakteresen hozta ezt a színelképzelést. Én azért tulajdonítok nagy fontosságot a rajzi és a részletrajzi megjelenítésnek, valamint annak is, hogy én saját magam megyek utána az anyagoknak, és saját magam választom ki a megfelelő anyagot, mert úgy érzem, hogy így tudok egy közös nyelvet kialakítani a műhelyekkel, ami alkalmas arra, hogy megvalósítsa az álmaimat.